Köszöntelek benneteket itt az Expodnak a YouTube csatornája, így hát egy nem megszokott szerdai estén. Itt az előző részünkben egy technikai fricskával ugye megvicceltem a nézőket, hiszen én ültem ugye a szemben lévő székben, és magammal készítettem az interjút. Azonban ma talán ez a két, vagy hát ez az egy páros fog engem a vicces sztoriaikkal boldoggá tenni, hiszen hát Dominikáról egészen frissen érkezett hozzám két nagyon közel álló, sőt talán mondhatni, hogy mindenkori bajnok csapatból a két hozzám legközelebb álló versenyző, nem más, mint Rákóczi Kickbox Renáta és Ungvári Poéngyáros Miklós. Szevasztok, köszöntelek benneteket! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és bejöttetek. Tudom, hogy annyi minden dolgotok van így a magánéletben, tehát csodálom, hogy eljutottatok idáig. Ez számomra megtisztelő. Az első évadot végigtoltuk. Hát mennyit voltunk kint? 3 hónapot. Hát itt lehet, hogy többet is. 3,5. Hát nagyjából úgy. Na mindegy. És számomra az, hogy ti nektek, ugye Ungi, hát lovagol. Tulajdonképpen mindent csinál az életben, lovagol. Vadászattal foglalkozik. Akkor most már ugye hát lehet, hogy barista pályát is be fog tölteni. Ki tudja. Tehát ki tudja. René, hát ugye kickbox, ezért is mondtam, mert a teljes mértékben betölti ezt a pozíció. Gyerekeket oktat, ugye most már a párjával programozik folyamatosan. Mi vezérelt arra, hogy ebben az All-Star évadban részt vegyetek? Gondoltátok egyáltalán, hogy az első évad után még valaha Dominikán lesztek így az Exatlon által? Én azt gondolom, hogy Dominika az bármikor benne van az ember életében, főleg az enyémben. Többek között azért is, mert szeretek, imádok utazni, és előszeretettel látogatom. Nem tudom, lehet egy foglalkozni, egy kicsit elmaradt országokat, vagy ahol elkapható az élet az utcán akár, és Dominika is közte van, vagy akár közel, távol, kelet. Nagyon szeretem, de hogy maga az All-Star évad, vagy maga, hogy az Exatlonban ott leszek ismételten, azt nem gondoltam volna, bár minden megelőzve, amikor megkeresett ez a All-Star csapat, akkor abban a pillanatban azért megmozdult bennem valami, és azt mondom, hogy hoppá, Exatlon ismét, és ismét Dominika. Valahol úgy voltam benne. Mert azért nem mondhattátok, hogy marad bennetek az első évad után, nem? Bár úgy gondolom, hogy eredményileg lehet. De hát azért, René, kim voltunk a végéig. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy most búcsúztunk a... Hát én legalábbis magam nevéből beszéljek egyelőre az 5 napommal. De nem tudom, az első évad után nem marad bennem, hát kivéve ugye az utolsó pár hét. Hát igen, neked... Szerintem nem a legjobban sikerült az első évad sajnos. Bennem semmilyen hiányérzet nem maradt 19-ből. Én egyébként ott is úgy éreztem, hogy maximálisan kijátszottam magam, és én nagyon szépen lezártam azt az időszakot. Viszont most, hogy jött az All-Star, és ugye megkerestek minket, bennem meg az fordult meg rögtön először, hogy annyira jó lenne veletek kimenni, és megint egy picit újraélni azt, ami volt 19-ben, hogy igazából én ezért mondtam igent. Mert tudtam, hogy csak félő volt számomra az, hogy kik lesznek benne ebbe a bajnok csapatba. Nekem ez volt egy picit, hogy kik jönnek az első évadból, ugye hát titeket meghallottam, akkor ez nyilván ugye kecsegtető volt azért, tehát így ahogy mondod, így szívesen elvállalja az ember. Tehát a második, harmadik évadból azért ez még meglepetés volt akkor nekem. Megdöbbentett, hogy kik jönnek a második évadból, vagy még a harmadikból? Tehát voltak olyan nevek, akikre azt mondtátok, hogy fú, hát nem tudod, hogy fogtok kijönni kint Dominikán? Volt ilyen. Nekem volt. Aha. Nekem Izával kapcsolatban voltak fenntartásaim, mert ugye a második évadból Gabit abszolút ismerem, sokkal régebb óta, mint ahogy bejött így az Exatlon a képbe. Ungit nem is kérdezem, mert egyszerűen ő mindenkivel is kijön. Nem? Tehát én azt vettem észre, hogy én már azért René felé fordultam, no, hát ha... Forgatások alkalmával is azt gondolom, hogy mindenkivel nagyon jó. Poénkodtunk, elhülyeskedtünk. Tényleg senki olyan nincs, akire bármit is rá tudnék tenni, vagy mondani. Szóval én jól éreztem attól függetlenül magamat. Nem volt senkivel sem egy olyan fal, akivel azt mondhatom, hogy lehet, hogy nem fogsz úgy kijönni, akivel gondolnád. Hogy nem, bennem is volt egy pici kis tartás talán, hogy mi lesz, hogy lesz, de azt gondolom, hogy nem lett annyira rossz a csapat, mint amire gondoltuk, vagy nem is gondoltam olyan, hogy rossz lesz, miért ne. Csináljuk meg, játszunk egyet, csináljuk egy jó műsort. Én mindig azt mondom, oly sokan kérdezték tőlem, hogy most nem volt olyan jó kedvem talán ezek a betegségek miatt, de ennek ellenére biztos mindenki látta a nagy pénzrablást. Én azt mondtam, hogy csináljunk egy jó műsort. Pirosak és kékek, hogy ki és milyen főszereplők, ugye a karmesterünk az adott volt Lehel személyében, úgyhogy ki milyen karakter, és mindenkit lehet
gyűlölni, mindenkit lehet szeretni, de amikor hazajövünk, én azt gondolom, hogy mindenki szinte mindenkivel barát, és örülünk, hogyha leülünk egy kávé mellett beszélgetni, vagy esetleg itt Patrik Inyónál a stúdióba beszélhetünk itt hárman a piros csapat tagjai. Vagy a tizedik kávét lehet hozom, és utána leülünk beszélgetni, talán igen. Figyelj, de nekem ami nagyon megható volt, és az még pont egy olyan időszaka volt ennek az Exatlonnak, amikor azt mondtam, hogy most a bajnok csapatnak annyira szurkolók, hogy megnyerjék a következő napokat, amikor leültetek a faháznál a kis tornácra, és hát Unge elkezdte énekelni a Csabát. Nekem az egy olyan nehéz pont volt így, nem követtem teljes mértékben végig a műsort. De ott, megmondom őszintén, férfiasan bevallom, hogy elmozsoltam egy kósza könycseppet. Sok emlék visszajött. Többet is. Igen. Hát ez így van, rengeteg tényleg. Abban a pillanatban megint olyan sebek szakadtak fel az első évadban, a mi évadunkból, tudod, hogy hát igen, én nagyon mentem volna már, vagy úgy bennem volt, hogy oly sok intőjel volt, kaptam olyan pofonokat, hogy nincs, nem jó helyen vagy most ebben a pillanatban. Ugye betegségek tömtelege, egy betegség, két betegség, aztán ez, az. Lehet, hogy máshol és mást kellene csinálni ebben a pillanatban, és tényleg akkor jött ki belőlünk az a bizonyos szám, az a bizonyos mi indulónk. Akkor néztünk egymásra, és tényleg az a 2019-es évadban megint kijöttek, de szerintem az első napokban hárman ültünk ugyanazon a teraszon, igen. És amikor azt beszéltük, hogy nem rossz, de valami hiányzik, nem a mi szánk ízéhez van megfőzve ez az étel, és akkor tényleg fogalmaztunk így, mert talán kijátszottuk magunkat, és akkor jött nekem is, hogy valami jobbra vagy valami kicsit másra számítottam, és úgy beugrott ez a 2019, mint minden most lenne kicsit más szereplőkkel. Mondom, szerintem ez én úgy tudom elkönyvelni, hogy addig tartottátok magatokat, játszottatok, és abba feledkeztetek bele, hogy nyerni kell, menni kell a következő futamon az első hét, amikor mi beszélgettünk, és az eltelt időszak, amikor volt ez az ominózus jelenet, és akkor döbbentetek rá, hogy ez tényleg más, nem? Vagy egy ilyen, most ez nehéz, persze nehéz erről beszélni. Visszakanyarodnék, Reni, hogy mondtad, hogy azért voltak csalódások, de inkább pozitív csalódás, mondtad Izát, hogy ő benne akkor úgy érzed, hogy kialakult egy ilyen egy barátság? Vagy egy olyan kötődés? Abszolút. Nekem Iza volt az a lányok közül, aki a legközelebb került hozzám, és szerintem én is hozzá. Viszont ugye néztem tehát a második évadot azt abszolút végigkövettem, ugye Gabi meg Zsolti miatt. Meg azért is, mert ugye az első évad után jött a második, és kíváncsi voltam, hogy nyilván a második évad hogy alakulnak a dolgok, nekik milyen lesz a játékuk, kicsit ott sóvárogtam, hogy de rossz, hogy nem vagyok ott, a harmadik évadot meg ugye így helyek közel követtem, és Izával kapcsolatban voltak fenntartásaim, hogy egyszerűen nem tudom, hogyha mi összeköltözünk, akkor én vele hogy fogok tudni beszélgetni, hogy lesz egyáltalán közös témánk, mert ő annyira messzinek éreztem magamtól természetileg is, meg úgy mindenhogy, hogy nagyon féltem attól, hogy mi nem fogunk beszélgetni, sőt, lehet, hogy még Iza idegesíteni is fog engem. Aztán időközben nyilván megismertem egy olyan oldalát, amit én a tévében nem láttam. És szerintem az Iza egy nagyon-nagyon őszinte lány. Pedig hát akkor a nézőknek is elmondhatjuk, hogy nagy a kontraszt. Ja, a bent, vagy a kint látott így a tévében a versenyzőkről, és a bent megélt pillanatok. Az hatalmas. Tehát, hogy amit én láttam belőle a tévébe, és nekem azt mondta Iza, hogy ő a harmadik évadban is ugyanígy viselkedett. És hogy miért nem, tehát kívülről miért nem ez jön le az embereknek. Uh-huh. És egyébként passz, nem értem, mert hogy most, hogy hazajöttem, és ugye nézem a social media felületeket, nézem a kommenteket, hogy még mindig ott tartunk, hogy Izáról az embereknek az a véleménye, ami a harmadik évadban is volt. És közben én meg bent voltam, 2 hónapot együtt éltem vele, és hogy nem olyan. Ő egy nagyon kedves, nagyon szeretetre méltó lány. Egyáltalán nem tartom őt alamuszinak, számítónak, meg nem tudom még milyen jelző. Igen, mert ezzel illetik itthon. Igen, de hogy nem ilyen. Nem ilyen. Ő egy nagyon mély érzésű lány. Nekem volt egy, igen, és az a bajom ebben a témában, hogy én az előző beszélgetésekben kifejtettem a gondolatomat, hogy a végjátékon, ami történt, azt pontosan tudjátok, hogy átéltük ott az első héten a vizes pályán. És mond. 0-5-ről ugye kaptunk ki.
mi tudjuk, hogy mi volt még ott, ugye ez a mi kis titkunk. De ott ugye én, amikor visszajöttünk a faházba, elmondtam a véleményemet, hogy Izának én, vagy érzésem szerint nem volt akkora problémája, egészségügyi fájdalma vagy problémája, amivel nem tudott volna futni Krisszel ugye a hirtelen halálba. Tehát én nem mosom kezeimet, mert én elmondtam ezt a véleményt, és neki is elmondtam ott ugye külön a faházban. Viszont igen, az, amivel illetik őt, mint jelzők, szerintem ezt így nem érdemli meg, vagy hát pontosan azok, akik kint éltek velük, ti tudjátok ezt alátámasztani, ez nem így van. Még gyorsan válaszolok erre, hogy én emlékszek erre, amikor ugye ez így felmerült, hogy igenis kellett volna futnia Izának. Na, ő onnantól kezdve folyamatosan küzdött a térdével. Nem tudom, hogy ti mit láttatok ebből. Láttam, hát sokáig nem is futott. Hogy nagyon csúnya volt a térd, egy hatalmas gumó volt rajta, uh-huh. fájt neki, és folyamatosan azzal szenvedett, hogy mikor tud visszaállni játékba. Tehát hagy menjen el orvoshoz, mondja meg az orvos a diagnózis, játszhat, nem játszhat, de ugye ez nem ment egyik napról a másikra, tehát nyilván kellett egy kis idő, ő addig nem tudott játszani, és volt egy olyan pillanat, amikor az orvos azt mondta, hogy még nem játszhat, és mondta, hogy de végjáték van, én biztos, hogy beállok, tehát hogy nem fogom azt nézni, hogy a csapatom fut, én meg itt ülök kint, oké, hogy még nem tudjuk, hogy mi van a térdemmel, de hogy szeretnék futni, uh-huh. és szeretnék játszani a csapatért, mert nyilván ami történt az első héten, az megtörtént, és én azt gondolom, hogy az ember tanul a hibáiból. Ezt is egy pofonnak fogtam volna fel. Tehát én mondtam is nektek ott a párba után, hogy legyen ez egy első heti pofon nektek, úgymond, hogy a következőben. Hát az jó nagy pofon. Máshogyan. Az nekem is az volt, úgyhogy Ungi nem is volt ott a pár olyan szerintem, nem. Akkor beteg voltam is. Beteg volt. Hát ott azt nem élt át, Ungi. Jó is talán. Utána átbeszéltük, ugye meghallottam ezt meg többször. Persze. Na most ezek a Izán és a többieken kívül, akire egy picit rácsatlakoznék, mert nem tudunk elmenni, ugye, és valószínűleg a nézők is kíváncsiak egy picit belsős sztorira vagy élményre, ugye Andrissal való, hát nem is konfliktus. Nem volt ez szerintem konfliktus, ez egy picit talán túl volt tolva így a tévén keresztül akár. Nem az, hogy mi történt pontosan, azt pontosan tudják ugye a nézők is, hogy azért így a szereplők, amikor hazaérnek, akkor ugye nem számolhatnak be minden egyes történésről, de egy picit beszéljünk arról, hogy ti ezt hogyan éltétek meg kint Dominikán. Az, ami ott lejött ugye a faházban való beszélgetés után. Szerintem erre a Rákóczi jobban ki tud dobáljuk itt. Én ugyanazzal a nyugodtsággal. Nem, azért is próbáltam először Mikire nézni, hogy mint kívülálló, tehát, vagy kívülálló, tehát hogy mint... Természetesen részese voltam a jeleneteknek, vagy az eseményeknek, de én nem jelentősítettem külön nagy szerepet ennek a sztorinak. Olykor az emberekből kijön, lehet látni a kékeknél is, most nagyon sokszor azért csitították egymást, és nagyon jó egy villámhárító ilyenkor a csapatban, aki leveszi a feszültséget, vagy eltereli a figyelmet arra, hogy ne dühöngjön, vagy egy kicsit az érzéseit, érzemeit ne úgy mutassa ki az ember, de ez lehetett látni a kék csapatnál is, ahol sokszor talán a napokban is éppen a kék csapatban csúcsosodott ki oly mértékben ez a dolog, hogy ott egyik játékostársát a másik csitítgötte, és hál' Istennek visszahozta a földre. Ez nálunk is volt szerintem nagyon sokszor, hát ezt ki hogy kezeli, tudni kell kezelni, én azt gondolom, én mindig azt mondtam, hogy lehajtott fejjel győzni és emelt félbe veszíteni. Nem mindenkinek megy ez, ezt is gyakorolni kell. Tehát én elfogadtam úgy, ahogy megélte egy-egy játékos vagy játékos társunk ezt a pillanatot. Persze volt, amikor Igen? Igen, itt nem csak ez a nyerni ugye lehajtott fővel, és ugye veszteni emelt fővel, csak pont rá tudok csatlakozni egy picit a mi szituációnkról, hogy most csak visszapörgetem a nyert futamokat, vagy a vesztes futamokat az exatlonban. Én legalábbis így látom, hogy amikor nyertünk külön-külön, nem volt külön örömködés, vagy nem volt örömtánc, még azért Andris ezt kimaxolta elég rendesen, tehát ő aztán adott az élvezeteknek, viszont ugye amikor vesztett, akkor meg, vagy mondjuk mikor mi vesztettünk, akkor tudtuk azt, hogy valamit elrontottunk, és majd a következőbe kijavítjuk. Csak most rácsatlakozok arra, hogy szerintem így ezt mi tartottuk ezt a sémát. Ja, abszolút.
Leszámítva, amikor feldobáltatok, és azt hittem, hogy már repülök hazafelé. Majdnem kicsúszták ezt. Nagy első nyert ez mérkőzésem, mert mit csináltam gyerekek, ez mi történt? Mondom, ekkora örömújongásban tört ki a csapatunk, vagy a csapat, az jó volt. Többször de... ilyen pillanatot, mi? Akkor azt gondoltad. Akkor aztán nem jött. Megérkeztem, nagyon nem. De aztán jött csak sokkal nagyobb, és sokan ültünk rajta, tudod. Emelkedett, majd landolt Budapesten. Szóval igen, tehát hogy ennyire ismerem én is Andrist, hogy talán ugye ezeket a stresszesebb helyzeteket nem úgy kezeli, ahogyan akármi, vagy a többi csapattárs, de láttatok valamit, hogy miért lehetett ez, vagy ő? Az nyilván látszott rajta, többet voltatok vele bent. Hogy egy nehéz élethelyzetből jött be a játékba. Ugye elveszítette az édesanyukáját. Viszont ugye én nagyon sok helyen olvastam azt, hogy mi nem álltunk mellette csapatként, és én ezt szeretném elmondani, hogy ez nem így volt. Tehát egyáltalán nem így volt. Nagyon sokat beszélgettünk vele. Sajnos nem minden látszik kamerába, de nem is lehet mindent megmutatni, hiszen egy nap 24 órából áll. Ez a műsor, ez 2 órás, 2,5 órás, és lényegében versenyzésről kellene, hogy szóljon. És a nézők ebből szűrik le ugye ezeket a... Igen, ez nem egy olyan valóság, soha, ahol 24 órán keresztül össze vagy zárva egy házba, és ott a jelen történéseit veszik föl. Tehát azért mi sokat beszélgettünk vele, és nem hagytuk magára. Mindig volt valaki, aki oda ment hozzá. Én emlékszek rá, hogy a játék elején nagyon sokat beszélgettem vele esténként, amikor mindenki elment lefeküdni, aludni. Kiültünk a villába. Ja, te nem. Hát én már nem valószínűleg. Én sem. Ja, te se voltál a villába, tényleg. Ez most aláz minket, aláz most direkt tette ezbe. Csinálja szerintem. Jó, hát engem bevitt a csapat a villába. Tényleg. Na jó nektek. Nem is tudom, milyen volt a villa. Na mindegy. Igen. És sokat beszélgettünk esténként egyébként az anyukájáról, de nem csak velem beszélgetett, hanem Krisszel is, és igazából amikor támogatásra volt szüksége, akkor mindenkitől megkapta. Én ott léptem egy picit hátra, amikor láttam, hogy egy pár nap után nagyon-nagyon be van feszülve, és nem tudtam, hogy miért. Akkor nem is nagyon jött be így a csapatba, mert ugye volt olyan is, hogy így kizártuk őt a csapatból, és én azt gondolom, hogy a játék elején, tehát hogy nem történt ilyen, nem zártuk ki, hanem ő vonult félre. És hogy én nem tudom, hogy mit kellett volna csinálni, hogy akkor oda menni egy nap többször, hogy mi a baj, hiszen ő tudta, hogy tehát azért 10 voltunk, 10 éltünk ott bent együtt, tehát hogyha bármi problémája van, vagy volt, amiről szeretett volna beszélni, ott voltunk, de én nem akartam oda menni óránként megkérdezni tőle, hogy mi van vele. Egy nap egyszer beszéltünk, és amikor láttam, hogy feszültebb napokat él, akkor én tudatosan hátrébb léptem, mert én tudom, hogy milyen ember vagyok, és hogyha valaki feszült körülöttem, ha én oda megyek hozzá beszélgetni, akkor attól én is feszült leszek. Tehát igazából én megkíméltem őt is magamtól, meg tehát, hogy magamat is tőle, aha, mert én ezt így tudtam kezelni. Tehát én így kezelem, ha valaki ezt elfogadja, elfogadja, hogyha ha nem, akkor nem, de attól én még nem leszek más ember. Tudjátok, hogy milyen konklúzióra jutottam ő benne, az zajlik le, vagy zajlott le, én legalábbis ezt gondolom, hogy cáfoljatok meg, hogyha nem. Ugye azt beszéltük, hogy elvesztette édesanyját, ezért ő úgymond kimenekült ebbe a műsorba és ebbe a szituációba Dominikára. Ő mondta is, hogy ő... És ezt talán ő tudja, igen, ezt mondta is. Viszont egy részben meg ugye azért a kedves párja, meg azért a családjának ugye a többi tagja miatt biztos, hogy valamilyen szinten haza is vágyott. Tehát szerintem ez a kettős érzés mozgott benne, és lehet, hogy nem tudta hova. Ez mindannyian meg volt szerintem, főleg bennem. Csak benne ez erősebben ért talán. Sok kritika érte Hannát, és én abban a pillanatban megértettem, amikor kiállt és elmondta az ő szavaival, hogy jobban érezni magát otthon, egy biztos környezetben, megvan a szép kis élete, megvan a mindennapi tehendője, és én azt mondtam, hogy le a kalappa. Mert kimondta azt, amit más csak gondolt. Sokan ott támadták meg, hogy hú, ez így nem lett volna szabad. Miért? Nem érezte jól magát, elmondta az ő szavaival. Valaki tulajdonképpen az őszintesség miatt váltottak ugye itthon.
Igen, én azt gondolom, hogy, hogy tényleg neki elég volt a játék, nem számított arra, hogy, hogy mi lesz itt, és azt is elnézést kért, hogy elvette valakitől esetleg a lehetőséget a helyet, hogy, hogy itt legyen helyette, de neki eddig tartott a játék, ő örült, hogy itt lehetett, de, és itt a Dan van a hangsúly, hogy ő kimaxolta maximálisan ebben a néhány hétben magát, és elég volt. Hát kimaxolta, meg mi is egész, mindig azt mondom, hogy mi. Én egész korán kicsekkoltam ebből az osztályból. Te kimaxoltad magad? Nem, maximum, abszolút nem. Ez, ami engem bánt. Azon a párbajon egyébként beleadtam mindent, tehát azt szerintem Dani ráthatta, ugyanúgy nem volt ott. Fizikailag ott elment a dolog. Fejben, ahogyan láthattad, volt még Kraft 2-ből 2, és ott... Érdekes viszont azt nem tudom, hogy mennyire figyeltetek, de én oly sok játékossal beszéltem, legyen az kék vagy piros, vagy mi csapatunkban, hogy nagyon sokan kimerték mondani, hogy miért jöttek ide, mit akarnak az All-Star évattól, és meddig akarnak menetelni. Ennek ellenére ezért sajnálom az imént beszélgetett virágomat is, mert ő komoly szándékokkal jött, és mondtam neki, hogy akármi történik veled, te maradj az úton, és menj előre. Neked komoly céljaid vannak. De ezt se tette ő helyre magában, Miki, tehát hogy nem az volt, hogy kimentünk, bocsánat, a játék elején, és akkor ő azt mondta, hogy ő ezt az egészet meg szeretné nyerni, hanem a játék elején mondta, hogy hát, hogy csak egy kis időt, hogy nem tudja, hogy meddig szeretne maradni. Volt olyan, hogy hát, jó lenne január végéig, aztán február elejéig, aztán február közepéig. De ezért sokan céloztak rá, hogy igen, azért jöttek, hogy meg akarjuk. Hogy ez minden napnál változott. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy amikor kijött, még ő sem tudta pontosan, hogy mit akar, és mielőtt kiesett. Szerintem benne előtte tudatosulhatott az, hogy tehát előtte jött arra rá, hogy egyébként ő mit szeretne. Mert egész addig ez tök képlékeny volt, még ő se tudta, én soha nem hallottam a szájából, hogy ezt meg szeretné nyerni. Hát de nem mindenki mondja ki, vagy úgy nyíltan el szoktad mondani a terveidet, a vágyaidet, hogy mit hiszel. Hát én miért mentem ki? Hát, hogy megnyert biztosan. Majdnem sikerült. A Patrik miért ment ki? Figyelj, amit Rákóczi Lenőnél nem értek, és ezt mind a mai napig nem tudom felfogni. Ez a hülye medálnak a kérdése. Jaj, hagyj ezzel a medállal. Ezt nem, értem, oké, de ilyen nincs. Miért? De van, látod. Van. Hát itt van Reni, aki tényleg tehát a ringben küzd egyedül magáért, a hazájáért, azért, hogy nyerjen, és akkor a medál, ami tudja pontosan, hogy úgymond életben tarthatja, mert kimegy az All-Star évadban, és szeretne nyerni futamokat. Hát te tudod, hogy igen. Mit jelent a medál az első évadban, mert... A főnök úr. Merjek, fiasztok. Kicsaptam beled 5 medált. Ami összeset. Az összeset. És plusz után, amikor Petivel mentél, ott meg, amikor Timi használhatta még el a medáljait. Tehát, hogy amúgy tényleg nagy jelentősége van a medálnak. De miért nem kell neked ez a medál? Miért nem kellett ez a medál? Nyert medált, egy csomó medálja van. Hát, csomó medálom. Hát én ezt nem értem. Mind a mai napig nem tudok rájönni. Értem, hogy adtál magyarázatot, hogy a csapat meg, aki esetleg úgymond jobban rászorul meg, de ne legyünk ennyire már karitatívak ezzel kapcsolatban. Nem az, hogy jobban rászorul, hanem egyszerűen tudtam azt, éreztem, amikor kimentünk, hogy nekem ez a játék, ez tökre más lesz, mint 19-ben. De ott sem akartad a medált, nem? Én úgy emlékszem, hogy ott sem volt. Nem, de ott legalább ment a játék. De most meg, hogy nem ment a... Tehát én, hogyha valamit szeretnék, akkor azt a segítség nélkül szeretném megmondani. Semmi baj, ennyit töregettél. Ennyit töregettél. Nem akartam megmondani ott kint, de most rávilágosítottam. Én nekem az egész életem ilyen. Hogyha valamit szeretnék, akkor azt segítség nélkül szeretném először önerőből elérni, viszont most nem ment úgy a játék, nem gondoltam azt, hogy ennek a medálnak nálam tök jó helye lenne, hiszen értem. Olyan rosszul játszottam, Patrik, hogy inkább legyen olyan értem, olyan a medál, aki biztos, hogy tovább lesz bent a játékban, mint én. Én azt gondolom, hogy egy medál nem... Én hülye. A játékba jut eszembe. Lenhagytam a kártyapaklit a kocsiba, hoztam egy kártyapaklit, persze. Játéka. Gondoltam, hogy egy jó... Snapszert nyomunk. Nem csapattuk volna egy ilyen. A kártyát is. Tudsz még? Szóval igen, de na jó, oké, de nem. Ez egy játék. Sokáig nem, de most már világos azért. Ezt szerintem a nézőknek is érzem. És ennek egyébként
is volt egy másik jelentősége, az, hogy még nem, már van. Nem rágod a körmöd, jól most van. Már letéptem az összes körmöd kint. Idegroncs. Törvézeszik magukat, ez egy exotlan. Hihetetlen, ez kinevet a végén játéktől, dobj egy hatost és hűst ki. Ne rágd már a körmöd, hagyjál már békén. Ki volt az ilyen nagy körömrágod? Timi, Timi volt még akkor az ki. Tépte húst. Na most akkor ez a külön kiadás annak, hogy szétofoljuk a... Igen. Az eddigi versenyzőket, ja, igen. Bocsánat. Egészségügyi, meg külső szempont. Na, jó, akkor most tudjuk azt, hogy kinek mennyi medálja van, valakinek egyébként extra sok, mondjuk akár ugye Krisznek most már talán az 3 is van. Hát neki szükséges lesz rá. Lehet, hogy ott a vége felé már az kelleni fog. Boginak is van 3? 2-3? 2-3? Na, 2 biztos, hogy van. A harmadik? Mit láttál tegnap? Nagyon figyeltem, csak lehet, hogy pont akkor balra néztem, vagy jobbra. Ja, pont nem volt elérhető. Nem, szóval, hogy ki tartotok végén befutónak? Nagyon nehéz, tudom, hogy nagyon nehéz, és ezt Zalánnal is eljátszottuk, hogy hát nem tudhatjuk, meg hát ez még azért odéva. De az eddigiekből azért csak tudhatunk egy 2 olyan nevet legalább fiú-lány szinten, hogy a végére várhatjuk őket az eddigi teljesítményből. Csak én eddig azt mondtam, hogy a Rosgeri az ott lehetne akár a végjátékban is, de ő... Te visszalakja a fejbe, akkor igen. Igen, csak akkor tele van sérülése, most láttam, hogy a Kása Fater is sérülget, de én azt mondtam, kaptam is kritikát, hogy miért kihívónak szurkolok. Én ismerem a családját, ismerem a családi hátterét, persze, meg úgy magát az embert, egy jó ember. Én azt gondolom, hogy ő is maximálisan megérdemelni, hogy megnyerjen, de azért is kezdtem a kékekkel, mert ott is van 2-3 olyan ember, aki én azt gondolom, ott lehet a döntőbe. De hát a mi csapatunkban maximálisan Danny, Chris, én azt mondom, a 2 legkiegyensúlyozottabb, a Krisz az a pályán. Is szerintem te is sokat mondanád, nem? Fiúk, nem? Igen, és hát lekezdhetük volna a csajokkal szerintem. Ott nálunk a csajoknál én azt mondom, hogy a Gabi az maximálisan, de megint csak. És tehát, hogy lányoknál én pont Gabi, azt gondolom, Iza, és tök mindegy, hogy milyen a statisztikájuk, hogy Gabi is nagyon erős játékos, Iza is nagyon erős játékos, hogyha ott van fejben. Tehát, fejben azért, igen. Én láttam neki az első 2-3 hetét, és így néztem, hogy az, igen. Viszont azt is tudtam, hogy ha ennyire tolja, akkor el fog fáradni fejben. Tehát valahol meg kellett volna találni az arany középutat. Viszont azt érzem, hogy azért ebből még vissza lehet jönni. Volt egy nagyon rossz hulláma, aztán most már egész jó visszajött. Ezt meg kéne tartani a játék végéig, és akkor ott még egy utolsó nagy hajrá. De hogy ott van a Janka, aki szintén egy nagyon-nagyon erős játékos. És egyébként a Dorka is. Tehát, hogy lányoknál most tényleg azok vannak bent, akik szinte azt mondhatjuk, hogy a végig is eljuthatnak. Kékek hát, közül? De pirosoknak 2 kellene most hirtelen, nekem a 2 név van a kalapban, és az talán Iza és Krisztián. Esztergel és Patrik, de itt tűzszerűen szemben. 2 hónappal ezelőtt lehetett volna. Az a kékeknél ott meg tényleg ott is nagyon jó csajatléták vannak, hát egy nagyon komoly van, de arról ne beszéljünk. De hát ott van Bogi, aki szerintem egy nagyon-nagyon ügyes, nem hiába van a nyakában, hogy sok medál. Ez nem véletlen ez a 2-3 medál, amit most beszéltünk. Tehát ő az elején ott, lehet, hogy rossz, de Bogdács volt azért, nem? Az első héten, első 1-2 héten ott a beilleszkedésnél, nem? Ott talán beilleszkedés miatt, az igen, voltak nehéz pillanatai. Bogi? Abszolút. Úgy láttam, hát én... És most lelkileg is erősebb, talán nem tudják megtörni, a medálok nagyon-nagyon koncentrált. Én nem ezt gondolom. Én azt gondolom, hogy ő hatalmas harcot vív most magában, a Bogi, ugye el akarja nyomni magába a sérelmeket, ugye a második évadban. Nem nehezen tudják félrerakni, vagyis amit egyébként mi ott látunk. Nevezzük nevén a gyereket Dorcival kapcsolatban, gondoljátok? Dorci és Bogi megint ez a kis... Igen. Hát én örülnék, hogyha rendbe raknák ezt. Kívülről mi jön le, amit a tévében látunk, én nem feltétlenül hinnék el azért úgy mindent, mert hogy mégsem tudjuk, hogy mi van igazából belül, lásd a mi példánkat. Az is, így van. Mert veletek volt, nem, ami össze voltatok veszve? Nem. Csak hogy mondtad, hogy nézem, így csapaton belül a konfliktusok, nyilván ezek olyan dolgok, amiket mi is így megtartunk a saját kisépkunknak, mert mindent nem mondhatunk el. Abszolút, persze, csak mondom, én ezt, mindennek oka van. Persze, ezt érzem, hogy egy olyan helyzetben, egy olyan nyomás alatt, amikor a top 4-be bejutnak, ugye a lányok, és azért ott esetleg egy Bogi-Dorci párbajnál, vagy mikor már ők maradnak ketten, akkor ott azért lehet, hogy ez a nyomás, vagy ez a múlt visszajön a fejbe. És ha ezt ki tudja ott zárni viszont a Bogi, akkor
akkor esélyes a végére. Az látszik a dorci, hogy amikor nagyon nagy téthelyzet van, akkor elizgulja egyébként a dobásokat a végén, mert nem a pályát, viszont még pont van annyi idő, hogy ezt még tudja fejleszteni, és tudja még gyakorolni, hiszen még messze van a játék vége, tehát hogyha ügyes, és ezt összerakja fejben, akkor ez még jó is lehet. A kérdés az, hogy megkapja-e ott bent csapaton belül azt a segítséget, hogy ő ezt össze tudja rakni fejbe, vagy hogy szeretnie, hogy segítsenek neki. Mert hogy szerintem az, ami neki van a fejébe, téthelyzetbe, az egy nagyon áthidalható akadály. Kérdés, hogy szeretnie, hogy segítsenek neki, meg hogy van-e, aki segítene neki ebbe. Lenyomtuk. Mert hogy te már nem vagy ott. Én már nem. Így van. Én már nem tudom motiválni ebből a szempontból. Most ha végigcsináltátok ezt az All-Star évadot, ameddig jutottatok, volt valamilyen tanulság, amit levontatok, és mondjuk az életben tudtok használni, vagy hasznosítani? Most az első évad nyilván azért az kimerítőbb volt, ott azért ez a három és fél hónap azért több tapasztalatot ad. De mondjuk ebben a negyedik évadban, All-Star évadban volt olyan, amire rájöttetek, hogy basszus, még ezt is kéne nyomnom az életben, és ez is egy jó tanulság. Van ilyen? Vén Róka, hát ő már minden megért. Rengeteg ilyen volt, hogy olyan rövid az élet ahhoz, hogy megéljük azokkal a szeretteinkkel, akikkel szeretnénk tényleg az elmúlt, vagy elkövetkező időszakot leírni. Szóval ilyenkor úgy átértékelődik meg. Azt gondolom, hogy jó az, hogy tudunk tartalom kellett a lelket. Tudunk gondolkodni, tudunk merengeni, hogy milyen hálások lehetünk mindazért, amink van, amit kaptunk az élettől, és ne az imádkozunk, hogy mit szeretnénk ismételten, hanem tényleg amit kaptunk a családunktól, a sporttól, az édesanyánktól, és amink van most per pillanat, hogy azt tudjuk meglovagolni, és abban élni. Ilyenkor ez nekem mindig hatmányozottan felsokszorozódik, és azt mondom, hogy aminden itt olyan szép életünk van itthon, Magyarországon is olyan jó. Hát, amit eddig kaptál, azt tudtad inkább kint hasznosítani. Én azt gondolom, maga a játék is rávilágít arra, hogy legyünk hálásak mindenért, mindazért, amink van. Azért is természetesen ott lehettünk, és rávilágított ez a játék arra, hogy milyen szuper is lesz majd hazatérni, és újra biztos környezetbe a szeretteinkkel, barátnőnkkel, vagy kivel a barátjával. Kivel? Együtt. Barátnőnkkel? Barátnőmmel. Hát ez jó, te is majd bízunk benne, hogy hazaérkezik a barátnő. Csak én szerettem volna kimondatni ezt a... Szóval igen, ez azt gondolom, hogy nem csak nekem hiányzott, hanem nagyon sok játékos társunknak, és ott oly sokszor én elvonultam ugye abba a kis gondolkodva, és mindig ez járt az eszembe, hogy a mindenit annyira szuper. De jó életed van. Nagyon jó életünk van, én azt mondom, hogy nagyon jó helyen élhetünk. Sokat járt a fejünkbe az, hogy mit hagytunk itthon. És ez 19-ben nem volt. Tehát, hogy nem ezen annyit talán. Igen, mert egyszerűen csőlátás, és menti előre, és csináltad. Most egy picit nehezebb volt kimenni. Nem is kérdezném meg, hogy mit tanácsolnátok így a jövő nemzetékének, akik nézik az Exatlon, mert azért valljuk be sok gyerek nézni, mert szerintem ez egy elég komoly tanács volt, amit itt Miki és Reni összehozott. Én azt mondom, hogy nagyon jó hozadék az is a Exatlonnak, hogy a gyermekek az iskolában, hogyha már tettünk azért valamit, hogy mindennapi testnevelés, vagy mindennapi mozgást, picit úgy mozgásra puzdítjuk, vagy csábítjuk őket, egy ilyen Exatlon játékos legyen, az kék, vagy piros kihívó, vagy bajnok, de aktív részesei legyenek egy-egy testnevelés sorának, hogy mozogjanak többet, vagy csináljanak akár ilyen Exatlon pályákat, és ott futkozzanak, vagy akár Renivel voltunk több helyen, sokszor kis falukba, hogy elmentük, és tényleg egy olyan közösség formáló, meg egy olyan kohézió van ennek az egész műsornak, és olyan üzenete van, hogy igen, mozogjunk, mozogjatok, fiatalok, legyen az egy óvodás kisgyermek, vagy legyen akár egy kicsit molettebb, de hogy ne húzódjon, ne legyen félénk, és legyen aktív részese a közösségnek, a társadalomnak, és merje felvállalni. Legyen az Rákóczi Reni, legyen az Esztergályos Patrik, vagy esetleg vagy a Miki Móki. Veszti volt anna az egyik sztár, szóval örülnék, hogyha tényleg ez. És mik a tervek jövőre nézve? Hát Reni, szerintem gyermeket vár már lassan, vagy ja nem? Az nem itt. Viktorról vagy. Mik a célok most? Ezt jó, igen. Köszönöm. Igen. Szóval mik a tervek a jövőre nézve? Még én egy nagyon picit visszakanyarodhatok. Visszakanyarodhatunk. Ugye 19-ben, amikor mi kimentünk az első évadba, akkor én tökre azt éreztem, hogy
még annyira nagy volt bennem a bizonyítási vágy, meg a versenyzés iránti szeretet, hogy, hogy ez a folyamatosan csak menni, 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 csinálni, csinálni, hogy 19-ben, mint versenyző, azt gondolom, hogy, hogy nagyon jól teljesítettem ebbe a játékba. Viszont azóta ugye eltelt 3 év, az én élethelyzetem teljesen megváltozott, a Covid miatt kiestem a versenyzésből, tavaly... Utána ott voltunk még közösen egy komoly mérkőzéseden. A címvédésen, van, igen, és akkor utána... Ott vége voltam. Nem, mert még most tavaly voltam egy világbajnokságon, igen? Egy amatőr VB-n, mert ugye elmaradt a címvédés megint, igen, csak, és igazából lezártam a pályafutásomat azzal a világbajnoksággal, és egyszerűen azt éreztem, hogy tényleg itt most elég, mert hogy lett közben csapatom, gyerekcsapat, felnőtt csapat, versenyzői csapat, tehát hogy elkezdtem foglalkozni ugye gyerekekkel, és valahogy most, amikor kimentünk ebbe a játékba, én nem mint versenyző helyeztem el magam a többiek közé, hanem egyszerűen néha azt éreztem, néha többször éreztem azt, hogy kívülről nekem ez az egész verseny jobban tetszik, tehát jobban szeretem nézni a többieket, ahogy futnak a pályán, és hogyha észreveszek valamit, akkor megosztom velük, meg segíteni tanácsokkal, esetleg taktikával, tök sokat beszélgettünk erről, hogy valahogy ezt a részt, és a csapat összekovácsolásban is, reméljük, az Exatlon Kreatív csapata nézi a műsorunkat, ja, és tudja, hogy már Rákóczi René a következő évadban, mint edző fog kimenni Dominikára. Ahhoz olyan játékot is kellett volna csinálni, de hogy valahogy ez a részét éreztem most magamhoz inkább közel, mint azt, hogy mindenáron végigfussak a pályán, és ledobjam az ügyességét, mert hogy én azt éreztem, hogy az már megtörtént 19-re, és hogy nyilván szerettem volna, hogyha most is úgy megy, de hogy nem úgy ment, és viszonylag könnyen elfogadtam, és ez nyilván azért van, mert hogy már nem versenyzek. Tehát én 35 vagyok, 30 évet végig sportoltam, végig versenyeztem, és hogy húztam egy határt, és nem szeretnék többet versenyezni. És akkor ez valami szerint rá is vitte akkor a... Valahogy erre ott jöttem rá kint, hogy tök jó, végigcsinálom, meg nyilván szeretnék nyerni, de hogy nem az a tűz volt bennem, ami 19-ben. Azért ott mi vívtunk nagyon parás kis csatákat a kihívókkal, és nagyon sokszor mentem 10. pontért, vagy Mikivel, amikor... Hirtelen halál. Az a kiégpályán, nem ott azon a vizes, az megmaradt. És akkor egy hajszálon múlott, ugye Rajmi ment volna párbajozni, és akkor emlékszel rá, mikor fölmentünk a pályára, még odajött Rajmi, így, mert hogy én dobtam Petivel, kugliztunk. Kugli, azaz. És akkor rám néz Rajmi, és így mondja, hogy René, nem szeretnék hazamenni, és így ránéztem, és full maga biztosan mondtam, hogy Rajmi, nyugi, nem fogsz hazamenni, megcsináljuk. És hogy tényleg megcsináltuk, tehát hogy amit kimondtunk, az úgy volt, és hogy valahogy ezt a tüzet hiányoltam most magamból, de nem érzem azt, hogy szégyelnem kéne magam azért, mert ez most nem volt bennem, hiszen ez is én vagyok. Azt még gondoljátok ezek után, hogy azzal a csapattal, a 19-es csapattal ez a tűz még visszajött volna bennetek? Én egyébként igen. Én azt gondolom, hogy igen. Igen. Én ezt... Igen, de szerintem ez igaz a második évadosokra is, a harmadik évadosokra is, viszont amit én kívülről láttam a másik, harmadik évados versenyzőkben, hogy nagyon-nagyon tudnak küzdeni, iszonyatosan. Tehát olyan meccseket játszottak, és olyan meneteket hoztak vissza, amikor már így egy pillanatra így elhittem, hogy az nem lesz meg, és a következő pillanatban meg lett, és akkor így folyamatosan az volt bennem, hogy sose szabad feladni a reményt, és hogy ez egyébként rengetegszer előfordult, hogy ilyen nagyon hátrányos helyzetből tudtunk nyerni, és akkor mindig ott mondtam, hogy Úristen, te már feladtad fejbe, tehát kívülről, hogy ez már nem lesz meg, és jött egy pillanat, és megcsinálta Krisztián, megcsinálta Zozó, megcsinálta Iza, megcsinálta Janka, és hogy mindig képesek megújulni, tehát azért én nem írnám le a bajnok csapatot, mert szerintem iszonyat erős csapat van most még játékban. Tehát nagyon jó emberek játszanak, a legerősebbek vannak kint. Én is ezt gondolom, mert nem véletlenül All-Star évad, és most ugye ez a mag, aki kint maradt, vagy aki versenyben van, hát azért ott szerintem közülük bárki esélyes lehet a
végső döntőre akár, de még a győzelemre is. Én is azt gondolom, szerintem, hogy ez nincs lejátszva, és a vége lesz a legkeményebb, azt mi tudjuk, mert kint voltunk egészen a végéig, hogy amikor már nagyon sokat futsz, akkor kezdődik az igazi játék. Igen. Tehát amikor átmegy egyénibe ez az egész, mert ott már saját magad vagy. Igen. Viszont el kell búcsúznunk, mert hát lejárt itt most szerintem ez az SD kártyánk is túlfut a megengedetten, annyit beszéltünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és végre találkozhattunk így a dominikai paradicsom után. Remélem, hogy találkozunk még sokat így a... Picit többet, mint az elmúlt 2-3 évben. Egészséget, boldogságot kívánok nektek. Az jó egészséget, és továbbra is bajnokok. És megyünk tovább. Hajrá, bajnokok!